Állampolgári elvárás volt az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés, ahogyan a vállalkozások terheinek érdemi csökkentése is. Az állami rezsi és bürokrácia csökkentésnek köszönhetően mindkét cél teljesült, mondta dr. Kálai Mária. A megyei kormány megbízott évértékelőjén a vállalkozások versenyképességének segítéséről is beszélt. A hivatalnak segítenie kell a vállalkozások életét, mégpedig jobban, mint más országokban, fogalmazott a vezető. A megyében lévő kiemelt beruházások, lásd a nemrégen átadott miniszterelnök úr által a ThyssenKrupp vagy a gabonafeldolgozó, mind-mind példa arra, hogy kiváló kapcsolatban, kiváló együttműködésben dolgoztunk együtt, és gyakorlatilag maga a hivatal, hogy nem tartotta a határidőket, hanem lényegesen előbb elkészítette a különböző engedélyeket, kiadta, így adott esetben 3-4 hónapot takarítottuk meg, ami azt jelenti, hogy egy-egy cégnél 3-4 hónappal előtte tudott megkezdődni a termelés. Sikeres a területi közigazgatás átalakítása és modernizálása, folytatta a kormány megbízott. Hozzátéve, legfontosabb cél az emberközeli, kiváló szakmai minőségű, az embereket szolgáló közigazgatás továbbfejlesztése. Az elmúlt esztendőkben épült egy hatalmas nagy rendszer, úgy gondolom, hogy a ház áll, és azok a belső finomítások kerülnek sorra, amelyek azt gondolom minden munka folyamatnál van. A munkaerőpiaci reformoknak, a gazdaságfejlesztő programoknak, valamint a minimálbér érdemi emelésének köszönhetően nőtt a foglalkoztatás a megyében, folytatta a kormány megbízott. Az országban 750 ezerrel többen dolgoznak, mint 2010-ben, tette hozzá. A családbarát kormányzati politika révén pedig kiemelt támogatást kapnak a családok. Dr. Kálai Mária elmondta, eddig 68 ezer család igényelte a csokkot, melynek március 15-től egyszerűbb és gyorsabb lesz az igénylése, és még több család számára lesz hozzáférhető.